Vasasról jelentkezünk, ahol idén 8. alkalommal szervezik meg az évi rendes Mikulás futást. Idén is nagyon sok futam és nagyon sok meglepetés várja a gyerekeket. Nyolcadik alkalommal szervezitek meg idén a Mikulás futást. Miben más ez, mint egy sima futóverseny? Az, hogy ez szeretettel készül a gyerekeknek. A Mikulás is fut? Ő nem, ő csak nagy figyelő. Tehát ő itt van velünk, és köszönti a gyerkőcöket, felnőtteket. Idén nagyon sok induló van, ha jól tudom, 250-nél is több. Minek köszönhető ez a siker szerinted? Évről évre sokan vannak. Gondolom a barátok, ismerősök, családtagok mondják, hogy jól érzik magukat, és így növekszik a létszám évről évre 20-30%-kal. Hogyha esetleg más települések is kedvet kapnak ehhez, mert nagyon divatosak a mikulásfutások, akkor mit tudsz ajánlani, mit érdemes figyelembe venni, mi ennek az üzenete tulajdonképpen? A szeretet és az ajándék. A legnagyobb öröm a gyerekeknek az, hogy legyen meglepetés, semmi más. A Sörsön nem csak nyáron pezseg az élet, hanem télen is. Miért jók az ilyen rendezvények, polgármester úr? Nagyon sok rendezvényünk van egész évben, és nem csak a nyáriak kapják a főszerepet nálunk, hanem a minden időszakban, minden évszakban, így a télen is megrendezésre kerülő remek események, mint például a Mikulás futás, amelyeket már 8. alkalommal szervezünk meg, illetve Gurdon Éva főszervező, illetve családja és a segítő közös munka eredményeként itt nagy örömet szereznek a gyermekeknek, minden korosztálynak, helyieknek és környékbelieknek is, hiszen megmozgatja az egész térséget ez a közösségformáló rendezvény, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy idén is ez a lendület tovább folytatódott, és még többen megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Hát az adventi időszak egyik fontos eseménye nálunk, és tényleg minden korosztályt itt üdvözölhetünk, és az egészség, a mozgás jegyében, illetve hát a megérdemelt jutalmat majd a télapótól megkapják a résztvevők, a gyermekek, a családok. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy készüljünk a karácsony ünnepére.